milyen probléma van a vagykonszulnak. Jól értettem, ön ebben a választókörzetben él? Így van, a homokertben lakunk a családommal együtt. És hogyan értékelni, mi a, ennek a választókörzetnek a legfontosabb, a legégetőbb problémája? Hát elég sok probléma fölmerül. Pillanatnyilag a mobilitási kérdések, a közlekedési kérdések vannak. Elsősorban szerintem a túlzott autóhasználat miatt alakul ki, hiszen ennek a városrésznek is viszonylag elég jó a közösségi közlekedési szempontból a szervezettsége, az ellátottsága, de hiányoznak a jó kerékpárutak, a járdák azok rendkívül rongyak, nagyon sok felé, és ezeket mindenképpen javítani kellene. A földterület gazdálkodásban szintén rengeteg hiányosságot vélek felfedezni. Sok helyen, ahol a fasorok vannak, ott azoknak írtózatos a meccése. Elsősorban ugye nem a fásításhoz, a fakoronához igazítva, hanem amiatt, hogy a villamos vezetékek működjenek. De van itt olyan probléma, hogy amikor óriási nagy esőzések vannak, akkor a csapadékvíz elvezetés az nem igazán van még egyelőre megoldva. És hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az erdős puszták az beér a városba, és hát vannak itt ilyen kondoros, aztán a cserejér, az erdős pusztai jóléti tavak, amelyeknek a fokozott védelmét mindenképpen meg kell oldani. És hát vannak itt alapfokú általános iskolák, amelyeknek a fejlesztése mindenképpen kívánivaló, hogy maga után. A környezetük eléggé elhanyagolt. Itt van a Karácsony Sándor általános iskola, ez egy 100 éves iskola. Itt úgy gondolom, hogy lennének teendők, és úgy szintén a Szabó Kálmán utcai Petőfi általános iskolának is a fejlesztésével. Annak ellenére, hogy ott voltak a korábbi években, 10-11 évvel ezelőtt nagy energetikai beruházások, de hát az épület fenntartása és állaga tekintetében én úgy gondolom, hogy sokkal rendezettebb környezetre van szüksége a gyerekeknek. És hát még lehetne sorolni a problémákat. Részben jó magam is gyűjtögetem ezeket, de azért a kampányidőszakban szeretnénk beszélgetni a lakosokkal, és majd a kampányidőszak végére, ha odáig eljutnánk, akkor a lakosok véleménye alapján is javaslatokat szeretnénk megfogalmazni a teendő az önkormányzat felé. Tehát így első körben a mobilitást említette, most igen, ebből csak egyet emeljünk ki példaként, mondjuk a kerékpárutak kérdését, tehát az ön szerint mondjuk hol lenne legérdemesebb most per pillanat egy új kerékpárút fejlesztés ezen a területen? Hát valószínű, hogy itt ezen a részen jó lenne itt a Létai út környékén, mert a Vámospécsi útról kifelé ott van egy, az szépen is van újítva, de itt a belvárosi összekötetés az nincsen megoldva, tehát akár a hidakon keresztül is fontos lenne ez, és Létai út, mint gyűjtő út szintén megérne egy komolyabb kerékpárút fejlesztési lehetőséget, és hát a homokerti részen is el tudnék képzelni, ugyancsak a Mikepécsi útba becsatlakozóval. Köszönöm szépen! Én köszönöm!